Igen, sok esik mostanság a felvidéken a korszakváltásról. És egy ilyen korszakváltás előzte meg az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot is, a reformkor. Ennek a jelentőségét az adja, hogy a korszakváltást, a folyamatokat elő kell készíteni. A reformkor is egy szellemi pesgést, egy kulturális pesgést hozott, amely egy lendületet adott Magyarország polgári átalakulásához, a jogegyenlőség kiharcolásához, amelyben Magyarország minden akkori nemzete, nemzetisége részt vett. És hát az októberi vértanúkra, az aradi vértanúkra emlékezve azt látjuk, hogy a katonai elit adta a legfontosabbat, amit ember adhat, az életét. Ellenben, ha már pozsonyban beszélünk és emlékezünk 49 hőseire, akkor azt is el kell mondani, hogy 13 pozsonyi közember szintén áldozatul esett az akkori hát mi az még csak a megfélemlítésnek szólt, hiszen 1849 első hónapjaiban vesztették életüket a pozsonyi vértanúk. És ez arról árulkodik, hogy nem csak az elit, hanem a közembernek is dolga van a korszakváltással. Tehát mostani felvidéki magyarok is érezhetik feladatuknak, hogy a magyarságukat megőrizzék, átadják a következő nemzedékeknek. Ez a dolga az újságírónak, a tanárnak, a vállalkozónak, de mindenkinek, akinek helyén van a szíve.